Futurisztikusan hathat az elképzelés, okos város. Na persze nem arról van szó, hogy mindjárt a Star Wars filmekből oly jól ismert millióben találjuk magunkat, ám ha belegondolunk, hogy nem régen még lovaskocsik masíroztak az utakon, egészen nagyot lépett előre az emberiség, röpke 100 év alatt. A fejlődés pedig nem áll le, és ennek főszereplői ma az 5G hálózatok, a mesterséges intelligencia, a virtuális valóság, a smart technológia, a cloud megoldások, a big data, az űrtechnológia vagy a digitális gazdaság. Ez utóbbi esetben a 2018-as év mérföldkőnek számított Magyarországon. 3, 2, 1, kérem szépen! Az év végén ugyanis a T-Systems szimpóziumán jelentették be, hogy hazánkban az ország területének közel 60%-án elérhető a gépek közötti kommunikációra használható új keskenysávú IoT hálózati funkció. Valóban itt arról beszélünk, hogy gépekkel, azaz M2M kommunikációt tudjunk biztosítani. Mit jelent ez a hétköznapi ember számára? Gépek ezrei, milliói lesznek bekötve hamarosan ebbe a rendszerbe. Ezeknek a gépeknek nagyon gyors adatkommunikációra van szükségük. Ahhoz, hogy a felhasználási területeken valóban biztonsággal, költséghatékonyan tudjanak működni ezek a gépek, erre a hálózatra szükség van. Rengeteg felhasználási területe van. Gyakorlatilag bármit meg tudunk mérni, amit szeretnénk megmérni. És én nem csak a nagy vállalatokra gondolok, vagy az üzleti szféra szereplőire, hiszen a mezőgazdaságban a mezőgazdasági gépeket össze tudjuk egymással kötni, ipari berendezéseket, de akár egészségügyi mérőeszközöket is. De a mindennapjainkban, a háztartásokban is meg fognak jelenni ezek a gépek. Egyre több gép lesz az otthonunkban, a családunkban. Ezek a gépek egymással és a hálózattal is kommunikálni fognak. A magyar gazdaság digitalizációja ezzel a lefedettséggel új szintre lépett és új lehetőségeket teremtett. A fejlesztésben pedig komoly potenciált látott a magyar kormány is. Nem véletlen, hogy a szimpózium egyik kiemelt díszvendége dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter volt. Olyan alkalmazásokban van jelentősége, ahol viszonylag limitált mennyiségű információt kell egyszerű módon olcsón átvinni eszközök között. Egyike jó példa például az okosmérőknek a példája. Mondjuk ha felszerelünk egy okosmérőt a házunkba az elektromos áram mérésére, akkor az okosmérő képes arra, hogy ezen a hálózaton keresztül kommunikáljon mondjuk a vízmérővel, aminek szinte van egy ilyen interfésze, és mondjuk egyikük küldje csak el ezt az információt valóban, vagy egyikük beszéljen csak valamilyen módon a lakás tulajdonosával. Tehát ez ilyen típusú alkalmazásoknál van ennek komoly jelentősége. Nem véletlenül választották a 2018-as T-Systems szimpózium mottójául az emberi dimenzió és technológiai távlatok címet. Innovációs szempontból azt gondolom, hogy ez nagyon fontos jelentéssel bír, ugyanis nekünk nem csak az a feladatunk, hogy megtaláljuk az új technológiai lehetőségeket, hanem ezeket mindennapi nyelvre lefordítva valós, releváns megoldásokat tudjunk hozni. A technológia egy adottság, exponenciálisan fejlődik a világ, exponenciális a technológia térnyerése. De azt, hogy ezt hogyan és mire tudjuk használni, és ezt képesek vagyunk elhozni, az nagyon fontos. Ezen túl az is nagyon fontos motto, hogy most kell elhoznunk ezeket a lehetőségeket. Az innováció mindig valami távoli jövőben mutat, és azt mondhatja meg, hogy mi lesz a jövő. Szerintem nem csak ez az innováció. Az is az innováció, hogy most tudjuk elhozni ezeket a lehetőséget, akár a vállalatok, akár az ügyfelek számára. Az egésznapos konferencián olyan aktuális technológiai újdonságok álltak a középpontban, mint például az 5G. Az 5G azt gondolom, hogy egy nagyon fontos szereplője, részlese lesz technológiai szempontból a mindennapi életünknek. Legyen az egy magánember, 4K-s videókat tud majd nézni a mobiltelefonján, de ipari felhasználásban is nagyon fontos szerepe és jelentősége lesz. Az 5G elterjedése nyilván nem egy pillanat alatt fog megtörténni, nagyon nagy beruházásokra és investícióra van ehhez szükség. Ehhez pedig mind az üzleti szféra, mind az állami szektor letette a voksát emellett a hálózatfejlesztés mellett. Sétálva a szimpózium tematikus tandjai között egy pillanatra azt érezhettük, hogy a jövőben járunk, a valóságra pedig csak az emlékeztetett, hogy kinéztünk az ablakon.